Ebben a videóban egy nagyon-nagyon érdekes tudományos vizsgálatot szeretnék bemutatni, ami egy böjt klinikán zajlott. Ebben a vizsgálatban 1422 böjtölő vett részt, és ebben a videóban el fogom mondani, hogy milyen böjtöt csináltak, milyen körülmények között, hol van ez a böjt klinika egyáltalán, és ami talán a legérdekesebb az egészben, milyen tapasztalatok keletkeztek, milyen eredményekkel böjtöltek, hogyan hatott ez az egészségükre, illetőleg milyen mellékhatások jelentkeztek, mert hogy a böjt során ez is előfordulhat. Úgyhogy szerintem nagyon érdekes ez a téma, vágjunk is bele. Kezdjük azzal, hogy hol van ez a böjt klinika egyáltalán. Ez a böjt klinika a Buchinger-Wilhelmi böjt klinika, ami Németországban van. Ezt a böjt klinikát Otto Buchinger alapította, aki egy katonaorvos volt az első világháborúban, csak hogy nagyon megbetegedett, sok ízületi gyulladása lett, ami miatt leszerelték. Ez 1917-ben volt. És kutatta, kereste a módját, hogy hogyan tudna magán segíteni, hogyan gyógyulhatna meg ebből a betegségből. És elkezdett böjtölni. Elkezdett egy hosszú böjtöt, és jobban lett, és meggyógyult ebből a betegségből. Ezt követően pedig alapított egy böjt klinikát, és ez tehát az 1900-as évek elején volt, azóta is ez a böjti munka folytatódik, ugyanis tovább vitték az őt követő generációk a lánya, Otto Buchingernek, Mária Buchinger volt, aki férjhez ment, Helmut Wilhelmihez, és igazából a most megtalálható böjt klinikát Németországban ők alapították, ezért Buchinger Wilhelmi böjt klinika a neve. Azóta az ő utódaik ezt tovább vitték, és most már a negyedik generáció folytatja ezt a munkát, úgyhogy ez egy családi vállalkozás mondhatni. És egyébként Mária Buchinger és férje alapítottak egy böjt klinikát Spanyolországban is, úgyhogy jelenleg két Buchinger-Wilhelmi böjt klinika van, az egyik Németországban, a másik Spanyolországban. Ez a tudományos vizsgálat Németországban zajlott, és egyébként idén januárban publikálták ennek az eredményeit, tehát ez viszonylag egy friss vizsgálat. Hol van ez a böjt klinika? Ez Németország déli részén található, és lényegében ez egy luxus szálloda. Szerintem érdemes megnézni a honlapjukat, érdemes rákeresni az a Buchinger-Wilhelmi böjt klinikára. Igencsak kedvet fogsz hozzákapni szerintem, én legalábbis igencsak kedvet kaptam ahhoz, hogy ilyen jó helyen böjtöljek, mondjuk most, mivel várandós vagyok, abszolút a böjt az kontraindikált, de egyébként fantasztikus, hogy milyen szuper környezetet kialakítottak ahhoz, hogy te extra jó körülmények között tudj böjtölni. Itt vannak orvosok, ápolók, gyógytornászok, még pszichológusok is vannak, tehát egy holisztikus szemléletet képviselnek, és bárki ide mehet böjtölni, akinek van rá kerete. Ennyicske, szépség hibája van a dolognak, hogy ennek azért borsos ára van, meg tudod nézni a honlapjukon. Egy rövidebb böjt program, az összesen 10 napos, ebben van bevezető nap, és utána vannak felépítő napok is, tehát nem 10 nap teljes böjt, és ez a legrövidebb böjti program. Ez, hogyha a legegyszerűbb szobát választod ki, akkor is közel 1 millió forintba kerül, euróról átszámítva. Ha pedig van erre bőven kereted, mondjuk, mert milliómos vagy, akkor akár 18 millió forintot is itt simán elkölthetsz, hogyha egy hosszabb böjtöt és egy jóval luxusabb szobát választasz ki. Szóval lényeg az, hogy nem olcsó itt böjtölni, de akinek van erre kerete, én bátorítom, hogy érdemes utána nézni, mert szerintem szuper.
Na, de nézzük meg azt, hogy egyébként hogyan böjtöltek. Az a böjt, amit ez az 1422 résztvevő folytatott, az a Buchinger féle böjt, ugye, amit Otto Buchinger talált ki lényegében. Ez nem egy teljes böjt, tehát valamennyi kalóriát bevisznek. A szabályai a következők. Sokat kell inni, legalább 2,5, inkább 3 liter folyadékot naponta, ami lehet víz, és lehet gyógynövénytea is. És engedélyezett az, hogy a teába egy pici mézet rakjanak a résztvevők, maximum napi 20 g-ot. Ezen túl ebédre kapnak 2,5 deci gyümölcs vagy zöldséglevet, vacsorára pedig, idézőjelve vacsorára, kapnak szintén 2,5 deci zöldséglevest. Úgyhogy ezzel így összesen kb. Olyan napi 200-250 kilokalóriányi energiát visznek be, tehát nagyon minimálisat, de ez segít abba, hogy vitaminokat, ásványi anyagokat is pótoljanak, meg pszichésen is valószínű, ugye sokkal könnyebb lehet nekik, hogy azért van egyfajta ebédszerűség, meg vacsoraszerűség, és mindemellett, hogy böjtölnek, többféle programon, kezelésen vesznek részt, ugye gyógytornáznak, mérsékelt intenzitású testedzést is végeznek, gimnasztika, akár úszás is lehet ez, kirándulás ugye a természetben, lehet meditálni, relaxálni, szépség, ápolási szolgáltatások is persze vannak, masszázs, stb. Stb. Tehát határa csillagos ég, mindenféle van. És nem csak a testet, hanem ugye a lelket is próbálják egy kicsit kezelni ezen a böjt klinikán, úgyhogy ilyen holisztikus szemlélettel vannak. Na most, akik részt vettek ebben a vizsgálatban, ők 4 csoportba lettek beosztva, az szerint milyen hosszú böjtöt csináltak. A legrövidebb, az az 5 napos böjt volt, 10, 15 és 20 napos. Tehát így ebbe a 4 csoportba voltak besorolva. A résztvevők életkora 18-tól 99 éves korig terjedt, és köztük voltak olyanok, akik egészségesek voltak, csak egészségmegőrzési célra akartak böjtölni, és olyanok is voltak, akiknek valamilyen egészségügyi problémája volt, valamilyen betegség, amit szerettek volna a böjttel kezelni. Lássuk, hogy milyen hatásai voltak a böjtnek. Ugye a résztvevőket folyamatosan orvosok felügyelték, és vért vettek tőlük, nézték a vérnyomásukat, nézték akár az EKG-jukat, és így biztonságban voltak még azok is, akiknek valamilyen egészségi problémája volt, és ez nagyon fontos. Általános eredmények a következő. Természetesen a résztvevők fogytak, és csökkent a has körfogatuk is, tehát a test összetételük is változott, zsírból fogytak. És érdekesség, hogy a fogyás férfiaknál jelentősebb volt, mint nőknél. Ezt egyébként a gyakorlatban is láthatjuk, hogy a férfiak könnyebben fogynak, mint a nők. Ugye ez a hormonális rendszerünknek köszönhető, hogy a mi szervezetünk jobban ragaszkodik a tartalékokhoz, mint a férfiaké, úgyhogy ezen nem kell csodálkozni. Csökkent a résztvevőknek a vércukorszintje is, és körülbelül 4,7 millimol per liternél ez stabilizálódott. Csökkent a triglicerid szintjük is, és a koleszterin szintjük is. Ezzel egy időben viszont nőtt a keton szintjük. A résztvevőknek nézték a vizelet keton szintjét, tehát az acetoacetát szintjét minden reggel, és bizony a keton szintjük a böjt során nőtt. Kb. Az 5. napon ért ez el egy platót, tehát onnantól kezdve nagyjából stagnált a keton szint. Ezzel együtt nőtt a résztvevők húgysav szintje is. És ez nem meglepő, hiszen tudjuk, hogy a
keton testeket is a vese ugye váltja ki a vizeletbe, és ezzel együtt kevesebb húgysavat választ ki a vizeletbe, ezért van az, hogy a böl során és a ketogén diéta során is az elején a húgysav szint az megnő. És ez teljesen természetes, és általában ez nem is okoz problémát. Kivéve amikor igen, és mindjárt erről is fogok beszélni. De előbb térjünk vissza azokra a résztvevőkre, akiknek valamilyen betegsége volt, és így kezdtek el böltölni, ők egyébként 404-en voltak, és a bölt során 84%-uk javulásról számolt be. Tehát 84%-uk esetében az a betegség, ami volt, az a bölt hatására úgy tűnik elkezdett gyógyulni. Ez nagyon-nagyon pozitív. Ami még általános tapasztalat volt, az az, hogy a résztvevőknek jelentősen nőtt a bölt során a fizikai és az érzelmi jolléte is, ugyanis ezt is mérték, tehát fizikailag is jobban érezték magukat, de még érzelmileg, tehát lelkileg is jobban voltak. Ugye a böltnek holisztikusan van hatása a testre és a lélekre is ezek szerint. És végül, ami még egy nagyon érdekes dolog, hogy a böltölő 93%-ánál nem volt éhség. Nem szenvedtek az éhségtől. Tehát úgy tudtak böjtölni, hogy közben nem kínoszta őket az éhség, szóval úgy tűnik, hogy ez a Buchinger-féle bölt, ez nagyon jól tolerálható. Azonban ennek is lehetnek mellékhatásai. És ez egyébként bármilyen böltre igaz, hogy lehetnek mellékhatásai. Lássuk, hogy mik voltak a gyakoribb mellékhatások. A gyakoribb mellékhatások azok enyhébb jellegű mellékhatások voltak. Ami a leggyakoribb volt, az az alvási nehézség, aztán a szájszárasság, fáradtság, izomgörcs, de ezek az enyhe mellékhatások sem jelentkeztek mindenkinél, hanem kb. 1-15% közé tehető, akik ezek közül legalább egyet vagy többet megtapasztaltak. Azonban volt néhány súlyosabb mellékhatás. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy erről is beszéljek, mert akik talán nézték a böltről szól a többi videómat, és nagyon felelkesültek, és belevágtak egy böltbe, azok nem árt, ha tudják, hogy azért a böltnek is vannak veszélyei. Pláne, hogyha az illető idősebb, és pláne, ha már vannak meglevő betegségei. Két olyan eset volt, ami kórházi ellátást igényelt. Az egyik eset egy 75 éves férfi, esete, akinek infarktusa lett, szívinfarktusa lett a bölt 9. napján, és ezért azonnali kórházi ellátást igényelt. De hála Istennek semmi súlyos következménye, tehát nem halt meg, nem romlott le nagyon az egészsége, hanem egy gyors műtéttel ezt tudták orvosolni. Ennek a férfinak idős is volt, és már meglevő szívbetegsége volt, tehát ez tudott volt, hogy neki már van ilyen problémája. Nagyon jól tette, hogy felügyelet mellett böltölt, mert így azonnal kaphatott segítséget, és nem lett nagyobb baj. De hogyha valaki ezt otthon kísérli meg úgy, hogy van szívbetegsége, az akár életveszélyes is lehet, úgyhogy tessék erre vigyázni. És még egy olyan eset volt, ami kórházi ellátást igényelt, ez egy 67 éves nő esete, aki a bölt 4. napján kezdett rosszul lenni. Hányás, hasmenés, szédülés, ezek voltak a tünetei, és ő is kórházba került, ott kapott megfelelő kezelést, de utána már nem javasolták neki, hogy folytassa a böltöt, hanem át kellett állnia egy mérsékeltebb, energiabevitelű, könnyebb étrendre. Úgyhogy ők voltak, akik kórházi ellátást igényeltek. Olyan eset is volt, két eset, hogy hipoglikémia lépett fel valakinél, tehát túlságosan
alacsonyra ment a vércukorszint, leesett a vércukorszint, ezt is könnyen azért tudták kezelni, de 1422 esetben ez csak kétszer fordult elő, szóval nem annyira gyakori probléma ez. Illetve ugye mondtam a húcsos szintet, hogy az megemelkedik a bőr során, de ez a többségnek nem okoz problémát. Egy eset volt azonban, ahol ez problémát okozott, volt egy férfi, akinek köszvényes rohama lett, viszont tudjuk, hogy neki már volt az anamnézisébe köszvény, tehát ő korábban már köszvényes volt, és erre kapott annó kezelést is, viszont a bőrt nála fellobbantotta újra a köszvény. A bőrtöt nem kellett ugyan abba hagynia, de ezt kellett nála kezelni gyógyszeresen. Szóval összességében azt mondhatjuk, ez alapján, a vizsgálat alapján, hogy azért a bőrt nem egy veszélytelen dolog, pláne ha valaki idősebb, és pláne ha már kialakultak nála betegségek. Úgyhogy ilyen esetben felügyelet mellett tanácsos bőrtölni. De azt is láthattuk, hogy a bőrtnek bizony igencsak pozitív hatásai vannak az egészségre nézve, a fizikai és az érzelmi jóllét is fokozható bőrttel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a 21. század bőségében sem szabad elfelejtenünk ezt a ősrégi, nagyon hatásos eszközt az egészség fokozására.